reggelt, szervusztok. Good morning, hi. Ah, nézzük csak. Let me see. Hogy is van? Ja nem, 11. No, it's 11. Oké, akkor körülbelül fél óra múlva várható, hogy bejön egy csoporttestvér. So in about half an hour we can expect the other half of the church to step in. Úgyhogy ez lehetséges. Hogy vagytok? Possible. How are you today? Ah, milyen hosszú hétvégénk van. We have a long weekend. Egy nap intenzíven pihenünk, itt vagyunk az Úr jelenlétében. Hányan dolgoztatok tegnap? How many of you worked yesterday? Hányan tettetek úgy, mintha dolgoznátok? How did you pretend to work yesterday? Okay. Rendben. All right. Okay. Hogy vagytok? Really, how are you? Rendben vagytok? Are you okay? Olyan, kicsit, Zsolti, lejjebb lehetne egy picivel húzni, tudom, hogy ez mindent megvár, de nekik is jó lenne, mert nem egy kis, Sziasztok, ti is itt vagytok. Hi, you are here. Jó látni bennetek. It's great to see you. Azt hittem csak a háttéri nevetés. I thought it was only just a machine laughing in the back. Hogy hívják azt a filmeknél, tudod, you know, a kabaréknál. Series, TV series, there's this laughing machine in the back. Hogy vagytok? How are you doing? Urunk, segíts nekünk, Lord, help us, please. Kérlek, lapozzatok Ésaiás 53-hoz. Please turn to Isaiah 53. Ahogy hallgattam, miről, and as I was listening, srácok beszéltek, what the guys were talking about, annyira megrázta a szívemet, annyira megáldott, it was shaking my heart so much, annyira and it különleges me. It was volt, so unique, amit mondtak, what they were amiről sharing, Madi beszélt, what Madi was talking about, hogy Jézus egyenként figyelembe vette mindannyiukat, és ismerte mindannyiukat, and he knew all of them. És ilyen a jó pásztor, nem? And this is like the good shepherd. Hogy ő ismer mindannyiunkat nagyon because személyesen, he knows all of us very personally, és törődik mindannyiunkkal nagyon személyesen, for us very personally. És aztán a második fele, and then the other part, hogy nem üres ígéretek, that it's not vain promises, hanem valós or empty promises, but it's a real gift, hogy Krisztus igazán adta az ő vérét, that Christ has really shed his blood and gave his blood. Csoda ez, what a great miracle that is, van ebben. And what a great joy we have in that. És szeretném, hogyha Ésaiás 53-at, and I would like that, Isaiah 53, tulajdonképpen olvashatnánk az egészet, de, we could actually read the whole portion. De kérlek, olvasd el az elsőtől a hatodik verset, please, ha lehetne. Just read for yourself from verses 1 to 6. Csak töltsünk ezzel egy percet. Let's just read it in a moment, a minute. All right. Ez egy különleges szakasz. This is a very unique portion. És Ésaiás szolgálata. And the ministry of Isaiah. Az Ószövetségben nagyon egyedi. In the Old Testament was very unique. Ahogy szolgál felénk. The way he is ministering to us. Az Úrról, a Messiásról. About the Messiah, about the Lord. Volt egy Bibliám egyszer, amiben így meg voltak csillagozva a messiási ígéretek. I had a Bible once where there were stars marking the messianic promises. És Ésaiás úgy nézett ki, mint a tejútrendszer. And Isaiah looked like the Milky Way full of these stars. És ha nézzük ezt, látjuk when itt. When we see this, we
We can see this here. Mindnyájan, mint juhok, bocsánat, mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk. Verses. De az Úr mindnyájunk vétkét, őre áll veté. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. És ez az, hogy Krisztus szolgál felénk. And this is how Christ ministers to us. Olvassuk ezt az evangéliumokban. We are reading this ő in the jó gospels, pásztor, that he is the good shepherd. És rájuk nézett. And he was looking at them. És olyanok voltak. And they were like mint a pásztor nélkül való juhok. Sheep without the shepherd. És Jézus szolgált feléjük. And Jesus was ministering őket, to them. He was teaching őket, them, encouraging them, őket, leading szolgálta them, őket. Serving them. Időnként csodákat tett értük. From time to time he did miracles for them. És olyan érdekes ez. And so interesting. Itt azt mondja ebben a versben. Here it says in this verse, hogy mindnyájan, mint a juhok eltévejettünk. We all like sheep have gone astray. Kiki az ő útjára tértünk. We have turned everyone to his own minden way. Minden ember jár a maga útján. Every person is walking in their own way. Annyira sajátnak hiszi az ő útját. And they consider that way their own. De igazából nem saját út. But actually it's not an own way. Amikor a juhok eltévejednek és szétkóborolnak. When sheep go astray and they are wandering around. Amikor nincs juhász. When there's no shepherd. Amikor nem vezeti, nem fogja össze őket valaki. No one who guides nagyobb, them or someone who's greater than them would lead them. Akkor a juhok mind ugyanúgy viselkednek. Then sheep behave just the same. És mindegyik másik irányba megy. And they're going each and every direction. De igazából mind ugyanúgy viselkednek. But they all behave the same way. És ez az érdekes benne, hogy and this is the interesting mind keressük a magunk útját. We are all looking minden for our own ways. Every person a maga útját, looking for their own mondja, way. Az én utam, az én utam. It says like it's utam. My way. It is my way. De igazából nem. But actually it's not. Hanem egyszerűen csak elveszett. But it's actually that person is de just lost. Mindnyájunk vétkét őre elveti. But the Lord has cast our sins on him. A Jézusra. On Jesus. És ő az, aki a jó pásztor, aki összefog bennünket. He's the one, the good shepherd who holds us together, who leads us. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességnek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. And verse 5. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. És mi ennek az üzenete? And what's the message in this? Ő a mi bűneinkért. He for our sins. Ami vétkeinkért. For our transgressions. Ő halt meg, amit he died as we heard just before. És erre emlékszünk, és ebben örvendezünk. And this is what we remember and what we rejoice in. És van, aki szeretné azt mondani ennek a versnek és a negyedik versnek az alapján, somebody would like to say based upon these two verses, hogy egy hívő nem lehet beteg. That a believer cannot get actually sick. De ezek a versek, but these verses teljesen egyértelműen are very clear. A bűnről szólnak, it is about és sin a bűnnek a büntetéséről, and about the judgment of sin. It is very obvious. Imádkozunk a betegségeinkkel, persze. We pray when hisszük, we are sick, Isten of course. Do we believe that God will heal? Yes, láttuk of course. Történt, have we seen that happen? Yes, we did. De ez nem egy automata. But this is ez not automatic. It is a personal relationship. Amen. Egy ámen-t? Can I hear an amen from you? Veletek. Itt vagytok még. Are you still here? Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfi és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Verse 3. He is despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Jézus. Jesus. Jézus. Jesus. A Messiás, a megváltó Isten. Redeemer, az, aki God, eljött értünk, az, aki meghalt értünk, who died az, for us. Az, aki a testet öltött Isten. Who is, az, aki mindenkinek a megmentője. Flesh, who is the a savior of all, tanító. The greatest teacher. A legcsodálatosabb gyógyító. The most wonderful healer. A legnagyszerűbb, aki, the greatest, aki valaha tanította embert, who has ever az embert. Taught man. És ő utált volt és and elhagyott. He was despised and fájdalmak rejected and he was the man of sorrows ismerője. And acquainted with grief and sickness. This is amazing. Hogyan lehet? How can this be? És a válasz az, hogy érted és értem. The answer is, it is for you and for me. Beszéltek az előbb. What these guys were talking about. Te annyira drága vagy. You are so precious. Hogy ő ezt felvette magára. That he took this upon himself. És aztán egy ilyen visszább, 22. vers, de bocsánat, második vers. Verse 2.
Felnőtt, mint egy vesszőszál előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. Ah, ez Jézus. This is nincs, Jesus. Nem kívánatos, nem szép, not, nem jóképű, nem feltétlenül, nem olyan, amit kívánnál. Something what we would de desire, a tartalma, but the content, az, amit ő ad, what he gives, amit ő képvisel, what he represents, aki ő, who he az a győzelem, amiben that vezet, az a feltámadás, amit ígér, az az örök élet, life, amit egyedül ő adhat, that only he can give. Az, az csodálatos, it is wonderful, az elképesztő. It is amazing. És aztán visszaérve az első vershez. And then, verse one. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord being revealed. És mennyei atyán, kérünk téged, Heavenly Father, we ask you, szolgálj felénk a te minister igédből, to us from your word, gazdagon, személyesen, richly and personally, szolgálj, Úrunk, adj nekünk, minister to us, Lord, give to us, Jézus nevében, in Jesus' name, amen. Amen. Ki hitt a mi tanításunknak, who és az Úr karja kinek jelentetett report, meg? To whom has the arm of the Lord had been revealed? Apostol cselekedetei órán egy érdekes helyen vagyunk. And the book of Acts class, we are at an interesting portion right now. És a tizedik fejezetben apostol cselekedeteiben. Arról olvasunk, hogy az evangélium eljutott a pogányokhoz. That the gospel has reached the Gentile nations. Jó darabig, for a while, a kereszténység egy zsidó szekta volt, a zsidóság egy része volt. Jewish sect, a part of és a Jewish nation. But then, a kereszténység eljutott a pogányokhoz. Christianity reached the Gentiles, és Isten and God adott megtérést egy pogánynak. Gave a redemption for a Gentile. És a pogány megtérhetett anélkül, hogy zsidó lett volna Gentile első lépésként. Ami nekik olyan volt, which hogy was, micsoda, for them was like, what? És ez lenyűgöző and this was nekem, astonishing. Mert, it is amazing to me. Mert ha megnézed például az Ésaiás könyvét, because if you take a look at the book of Isaiah, again and again you find, hogy eljön Jézus, Jesus will eljön come, a Messiás, the Messiah szolgálni will come, fog, he will minister, és a szigetek várnak az ő tanítására, and the coastlands are waiting for his doctrine. A szigetek, azok a pogányok, the coasts are the a távoli Gentiles, földek, the faraway olyanok, lands, akik nem zsidók, like those who are not Jewish. And this is full of promises, the scriptures full of promises számára. For the Gentiles. Jézus azt mondta a tanítványainak, vannak juhaim másokból. There are other sheep from different folds. Amikor azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, azt mondta, vannak juhaim másokból, máshonnan. A tanítványok hallották. And the disciples heard him. Péter beszélt róla. Peter talked about this. Apostolok cselekedetei 2-ben. In Acts 2. Azt mondja, hogy Jézus a megváltó. Jesus is the Savior, for you and for your sons, és a távol lévőknek, and for those who are far away, and those who are far away. Peter himself said that. But when God says to him, Peter, menj el egy pogányhoz, go to a Gentile, és szolgálj felé, and minister to him. Micsoda? What? Mi van? What? Mi történt? What's going miről on? Beszélsz nekem? What are you talking komolyan about? Gondolod? Are Isten, you serious, God? Velem. Don't be kidding me. És amikor Péter visszahozza a hírt Jeruzsálembe, a gyülekezetbe, brings back the report to Jerusalem, to the church, a pogányok megtértek. Gentiles were saved. Akkor mindenki azt mondja, mi everybody's van? Like, what? Ez nem Istentől van. This is not és from magyarázkodnia God. Kell. And he has to explain himself, and he has to defend. És miről beszélek? And what am I talking about? Nem a jeruzsálemi gyülekezetről. Not about the Jerusalem church. Hanem rólad meg rólam. But about you and me. Nem a zsidókról. Not about the ezer Jews, évekkel ezelőtt, thousands of years before, hanem te rólad, meg but én about rólam. You and me. Erről a gondolatról. About this thought. Ki hitt a mi tanításunknak? Who has believed our report? És az Úr karja kinek jelentetett meg? And to whom has the arm of the Lord been revealed? És az Ószövetség. And the Old Testament is full with this arm of the Lord. It is visible before Israel. It is so obvious. Everybody sees the miracles. És akkor itt a kérdés. But the question is here. Ki hitt a mi tanításunknak? Who has believed our report? Nem sokan. Not many. Nem sokan. Not many. Izrael java része. The most a majority of Israel. Hitetlen volt. Was unbeliever. Az évszázadok során. Throughout the centuries. Hitetlenségben éltek. They were living in unbelief. Nem bíztak Istenben. They didn't trust God. Megvoltak nekik a proféták. They had all the prophets. És mégsem bíztak benne. But still they didn't trust him. Nem számolták bele a számításaikba. They were not counting in their calculation. Figyelj, ezt emlegeti az új, nem véletlen emlegeti az új szövetség. And the New Testament is referring to that as well. Úgy
hiszem, ez fontos nekünk. I believe this is important for us. Mert hogyha megnézem az Ószövetséget, because if I take a look at the Old Testament, és a számba veszem, and if I count on hogy az emberi szív nem változott, that the human heart has not changed ever since, mint voltunk, we are the same way we were akkor before. Az azt jelenti nekem. It means for me, to me. Te jó ég. Oh my God. Vajon mennyire hisszük, amit hallunk? How do we really believe? Mennyire számolunk azzal? How do we really count on it? Amiről Isten beszél nekünk? Do we really count on what God is talking mennyire about to us? Rá? How much do we lean on mennyire this? Rázzuk le? How much do we mennyire shake off? Mondjuk azt, hogy ugyan? Or, and say, oh come on. Római levél. In the book of Romans. 10. fejezet valahol. Chapter 10 somewhere. Mindjárt meg lesz. I'm gonna find it. Azt mondja Róma 10:16. It says Romans 10:16. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. But they have not all obeyed the gospel. Mert Ézsaiás azt mondja. For Isaiah says. Uram. Lord. Kicsoda hitt a mi beszédünknek. Who has believed our report? Pál újra emlegeti ezt a számunkra. Paul is bringing this back into our memory, nekünk. And the Holy Spirit is reminding és us. És tele van ezzel az írás, nem? And the scripture is full of that. Zsidók 4. Hebrews 4. Azért vigyázzunk, so let us, hogy bemenjünk abba a nyugalomba. Be aware that we would enter into that rest. Emlékszel erre a részre? Do you remember that portion? Sokszor beszélünk róla. We talk about hogy this Isten a lot tartogat of times. Nekünk egy hitbeli nyugalmat. God has a faith rest for us. A legnagyobb próbáink közepette in the midst of our greatest trial. Hogy el vagyunk hívva békességre. We are called to peace. Amen. Amen. El vagyunk hívva we békességre. És Isten tartogat and God nekünk has egy hitbeli nyugalmat. A faith rest for us. De hiszem-e? But do I believe? Azt mondja Uram. It says Lord. Kicsoda azt mondja Uram, kicsoda Lord, who has believed a mi tanításunknak, our report, és nem sokan, and not many, nem sokan mertek támaszkodni not rá, many really dared to lean on that. És ez egy különleges gondolat, and this is a special thought. Csak nézzük meg egy percre, let's just take miért a look at is? It. Why? Figyelj, van egy kihívásunk, we have a challenge, itt a gyülekezetben, here in the church. Egy Tesszalonika. First Thessalonians. Azt olvassuk. We read. Hogy Pál hálát ad Istennek. Paul is giving thanks to God. Ezekért a testvérekért. For these brethren. Egy Tesszalonika 2:13-ban. First Thessalonians 2:13. For the Thessalonians. Mert ők hitték az igét, because they amit Pálék tanítottak. Word, what Paul was azt elmerték teaching, fogadni. They dared to receive. És ebben a versben and in this verse, itt van egy kísértés, there is a temptation, egy hazugság, a lie here, egy támadás an attack a te hited ellen. Against your és te döntöd el, hogy mit csinálsz ezzel. Te döntöd el, hogyan számolsz vele. How you're going te döntöd el, hogy minek tekinted. How te döntöd el, hogy hogyan veszed le Istentől azt, amit hallasz. Itt azt mondja, here it says, ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét. Because when you received the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of man, but as it is in truth the word of God. Amint hogy valósággal az is. Which also, amint hogy valósággal az is. Which is in the word of God in truth. Igazán az. It's truly és, the word és of God. Pál itt beszél erről. And Paul talks és about amint, this amint here. Hálát ad értük, and as he's giving thanks for them. Bennünket. He warns us. Megvan ez a kísértés. Because there's megvan this, ez a hazugság. There's this lie. There's és this temptation. Ezt a hazugságot. And I hate this lie. És annyira lie, sajnálom, amikor látom ezt egy hívő életében. When I see this in annyira a believer's sajnálom, life. Egy hívő I'm so sorry when a believer accepts this lie. Elhiszi, when they believe. Hogy az, amit that what we preach az embernek beszéde, is the preaching of annyira man, sajnálom, a word of man. I'm so mert sorry. Benne vagyunk az ige szolgálatában, because we who are in the ministry of the tudjuk, word, we know hogy mennyire nem tőlünk van. How much it's not from us. Tudjuk, we know mennyire it, üresek vagyunk. How empty we are. Mennyire gyengék how vagyunk. Weak we are. Mennyire nincs erőnk. How we have no strength mennyire bűnösek and power, vagyunk. How mennyire we are. Álnok a szívünk. How deception, és hogy mennyire nincs közünk az üzenethez. And how we don't have anything to do és with az ígéret. And the promises. Azt hiszem Lukács 21:15-ben talán, hogy Isten betölti a szánkat. That God is going to fill our mouths. Isten megadja nekünk that a szólást. God gives us how to speak. Ez az ígéret, ami alapján szólni merünk az ő nevében. Én nem egy szókovács vagyok. I'm not making up what I say.
Én nem azzal foglalkozom, hogy otthon ülök és faragom a mondataimat, sitting at home and I'm like putting together my sentences, és keresem Isten gondolatát, és aztán, amikor ő szól, akkor ide jövök és őrzöm azt a szívemben, és csak imádkozom, hogy Isten szóljon, és aztán Isten szól hozzám is ugyanannyira, mint hozzád. Nincs különbség. Like you, to you, there's no difference. Is, it is personal for me, is, and it's fresh for me. És rendszerint először hallom én is. And usually I hear it for the first time as well, de just like a hazugság. You. But there is this Figyelj, lie. Listen. A pastor. The pastor. Oh, a pastor ma dühös oh, volt. Oh, pastor was very angry today. Biztos felhúzta valaki, I'm azért sure beszélt somebody így. Made him mad. That's why he talked the way he did. Elfogadtál egy hazugságot. No, you received a lie. Éppen most Sátán kihúzta right now, az üzenetnek Satan a lényegét az életedből. Significance of the message láttam out of your heart. A pastort. Oh, the pastor, I saw him fail. Isten hozott a klubban. Well, welcome in the club. Tudod, sokan vagyunk benne. We are many in this club. Sokan láttuk ezt a many pásztort elbukni már. Of us seen this pastor fail many times. Akkor deal. Az üzenetét nem, well, az üzenete nem érdekel. I don't care about the message he preaches. Ha azt hitted, well, hogy az én üzenetem, akkor megértelek. That it was my message, then I understand akkor, you completely. Akkor az ellenség sikeresen működött because az életedben. Because then the enemy worked successfully in your life. És akkor sikeresen megrabolt téged az életnek az áldásától, amiben részed lehetett volna a gyülekezetünkben. És csak idő participate, and it's just a matter of time that you're going to leave here. És tudod, és ne fogadd el. Please don't believe, don't accept this lie, don't live in this lie, but again and again it comes in. Ja, tudod, tudod, mit tudom én, a pastor, you know, whatever, the pastor, pastor, he cried today, did he have a nervous breakdown, or what happened? Tudod, figyelj. But listen, ez a Kenetről szól. This is about the anointing and about the work of the Holy Spirit. This is about the touch of God. Én nem vagyok senki ebben. I am nobody in this. Én egy nulla vagyok ebben. I am a zero nem in vagyok this. Jelentős ebben I am not significant in this whole thing. És tudod, hálát adok Istennek and I just give thanks újra to God for this again and again. Because I have nothing to do with it. Hogyha, figyelj, because listen, if you come with faith in your heart, trusting that this is egy ember által the word of God proclaimed through a man, and if you pray, és hogyha az az ember and if that person a szívében keresi az Urat, és alázatos, in his heart és ismeri is Isten kegyelmét, és kinyitja az igét, és szolgál, akkor bárki állhatna the itt. Word. Anybody could stand here. Hiszem, I believe, hogy ugyanerről beszélne ma. The person who would stand here would speak about mert, the same thing mert today. Ez because this is the message nap. Of God today hogyan for fogadod? Us. How do you receive figyelj, it? Az a kísértésünk, that is our temptation. Hogy mivel egy ember mondja that el, because a person shares it, hogy elhiszem, hogy egy I believe that van. It is from a man. Figyelj, ne légy rövidlátó. Don't be narrow-sided. Don't be a fool. Ne légy szűklátó körül hívő. Have a narrow ne mind. Azt, don't think hogy ez egy kultúráról that szól, it is about culture or it is about a person, a man. Don't receive that lie. Ez Istennek a beszéde. This is the word of God. Jelenések 2. Revelations 2. Revelations 3. János írja John ezeket a szavakat, vagy valaki írja neki. Somebody is writing for him. És leírja a jelenések and it's könyvét. Being recorded, és mit the mond book of az Revelation. Írás? And what does the scripture say? Tudod, azt mondja, it says, akinek van füle, who has hallja, an ear, hogy let him hear. What the, János? What, a gyülekezeteknek? John to the nem, churches, azt no, mondja, hanem mit szól a szellem what the Spirit a speaks to the churches. Figyelj, a Szent Szellem the Holy Spirit is talking to us personally, as we have heard. Valami, and én this nem is something that I would not be able to do. Tudod, ne hidd el, don't believe hogy ez így működik, that this is how hogy én it works, látok valamit, és that arról I see beszélek, something and then hogy I talk mondom, about it, that I say this is the direction nem. We should go and then I nem. Talk about it. No, ne rángass le az üzenetet don't arra pull szintre, the message hanem on that level elfogadni, down, hinni, but there to bízni, believe and receive hálát, and trust and let's give thanks hogy Isten szól hozzánk, that amen. God talks to us, amen. De ez egy kísértés mindannyiunknak, but this nem? Is a temptation for all of us, isn't it? It's really easy to be like that, and I tell you a secret. Nekem is könnyű így lenni. It's for me, it's the same way. It's easy nekem to be like that. It's easy könnyű, to be vége like van that. Az Isten for me, it's very easy when the message is over. Gondolkodom. I'm thinking about, jól csináltam. Did I do it well? És aztán azt mondom. And then I say, hey, come on. Ez nem hey, rólad szól. It's not about you. Ez nem rólad szól. It's not ez about nem you. It's not about performance. Ez nem a te szavaidról szól. It's not about your words. Oh, why didn't I share this or that? Hey, but Lord, I trust in you. I trust és in tudod, you. Ez egy fontos dolog. Okay, egy másik and you know, this dolog. Is an important thing, another thing. Okay, egy másik. Hogy volt a vers?
How was this verse? Kicsoda hit a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg, ugye? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Ki hitt a mi tanításunknak? Who believed our report? Ki hitt a mi tanításunknak? Who believed? Who has believed our report? Egy Királyok 5-ben. In 1 Kings 5, I believe. Van egy másik példa. There's another example. Valaki, aki hall Someone egy tanítást. Who hears a teaching. Nem tévedtem, a 2 Királyok. 2 Kings. Remélem. I hope. Nem, akkor If not, megkérdezlek titeket, valaki tudni fogja. I will ask you. Somebody will know. Okay. Igen, 2 Királyok 5. 2 Kings 5. Okay. Itt van Náman. Here's Naaman. 10. vers. Verse 10. Külde Elizeus követet ő hozzá, már mint a próféta küld egy követet ő hozzá, mondván. Elisha sent a messenger to him, saying. Menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. Menj, mártozz meg. Go and 7-szer dip a Jordánban, 7 times into, és, in the Jordan. És megtisztulsz. And you will be clean. És Náman, and Naaman, azt mondja, akkor megharagudék Náman, és elment. It says Naaman became furious, and then Náman he went away. Naaman hihetetlen dühös lett. Was really angry. Tombolt harangjában, he was like so mad. Felkapta a vizet, kiakadt he was really Náman, just freaking és azt mondja, hogy elment. And it says he és left. Náman elment. And Naaman left. És azt kérdeznéd, and you would ask, miért? Why? Miért ne hinnéd, amit why mond a wouldn't proféta? You believe what the prophet és is itt van még egy ok, amiért nem merem elhinni, amit tanít, I don't dare to az írás, believe what amiért the scripture nem támaszkodom rá, why I'm not leaning on hogy Náman jött valahonnan. Naaman came from somewhere. Náman jött Naaman egy fontos helyről, came from a very egy erős important birodalomból, place, from a strong egy nagy királyságból, from a big kingdom, ahol volt egy kultúrájuk, he had a culture, ahol ők voltak az where uralkodók, they were the rulers, és ők uralták a környező nemzeteket. The surrounding nations. És hogyha akarták, elfoglalták, wanted, they, akár Júdeát is, Izraelt is, mindent, gond nélkül. Miért mosakodnék meg az ő egyik piszkos folyójukban? Miről beszélsz nekem? Miért vetném alá magam? Why do miért I really fogadnám submit? El? Why would I receive? Námánnak volt egy kultúrája. Námánnak volt egy múltja. Naaman Námán épített valamit már Naaman az életében. Has built already something in his life and what he built up in his life. A proféta azt mondta neki, told him, csináld ezt. Do this. És Námánnak volt egy várakozása. But Naaman had an expectation. Námán azt várt, hogy Naaman kijön a proféta. Thought that the prophet will come out and he will wave his hand and dance around and do a rain dance or tudod, és aztán ráteszi and a kezét, és aztán majd hívja az ő Istenét, és mivel nem úgy történt, because ahogy Námán happen várta, the way Naaman was expecting, hanem küldtek hozzá egy követet, he was sent, egy hírhozót, there's a messenger sent to him, és az elmondja neki, menj, and the messenger shared what's the message. Let's go and dip in the Jordan and goodbye. Mi van? What? Én fontos ember vagyok. I am an important person. Mi van? Én egy nagy királyságból jövök. Mi van? I am coming from a big kingdom. És figyelj, ez is egy akadály nekem. And this is a hindrance for us. Ez is megállítja a szívünket. This is stopping our hearts as well. Hey, tudod, Biblia. You know? The Bible. Nem mondd meg nekem. Don't tell me. Én jobban tudom. I know ne it better. Hülyeskedj. Don't be kidding me. Tudod, 10 év, mit tudom én, személyiségfejlesztő tréning van mögöttem. Self mit tudsz te erről? Development course. What do you know? Tudod, 5 diplomám van. I have 5 PhDs. Pastor. 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 Mit tudsz te erről? What do you know tudod, about te neked hány diplomád this? Van? How many PhDs mit tudsz do you have? Erről? What do you know? És tudom, persze, and nem I így know, vagy, of course, tudom, you are not like de this. Figyelj, but you know, ez a hazugság, listen, this is the lie. A szívünkben, it could be in our hearts. Hogy építgettem már valamit az életemben. Something in és my jön life, Isten igéje. But the word of God és comes, olyan, mint a sziklazúzó pöröly. And it's like the hammer that breaks the rock. Meg Zsidók 4:10. In Hebrews 4:12, olyan, mint az éles kard, like the sharp two-edged sword, and it cuts you through, and you say, oh no, ezt építettem mennyi ideje. This is what I've been building ne bolondozz velem. Don't be ezt nem lehet elvenni tőlem ilyen gyorsan. Ezt nem lehet feladni ilyen gyorsan. Ezt így nem lehet csinálni. Like Uram, like te mondtál valamit arról, hogy Lord, szelíd vagy. That you are meek, Isten meg azt and mondja, persze, and God says, yes, eddig I am. Vártam, I've been waiting eddig for piszkáltam, you so long, csak nem láttad. Been, most kénytelen vagyok rácsapni a dologra. És aztán az igen megérinti and az életemet. The word touches my life. És nem úgy, ahogy várnám. And it's not és the mit way, mondok? What I would expect. And what do I say? I'm gonna get mad, nagy haragba, mert nem úgy történik, and I'm gonna ahogy leave being angry because things are not going the way I want them to go. Vagy azt mondom, or I say, végül is csak azt kéri,
Well, actually he's only asking járjak a szellemben. That I would walk in the spirit. Ó, nem ezt vártam. Well, this is not what I expected. Á, tudod, azt vártam. I tudom, én, Viola meg én veszekszünk. Viola and haragszunk I are, egymásra. We are debating, we are angry with each other. Egymást, and we are hating each other right now. Egy jó ideje már. For a while nem bocsájtunk now, meg. And we don't forgive each other. És aztán and beszélek Istennel. I talk to God. Uram, Lord, itt az idő. Time is now. Cselekedj. Do something. Csapd le a Violát. Strike Viola. Ah, kérlek. Take her out. És aztán Isten mond nekem valamit. And then God tells me something. És aztán azt mondom, and I say, no, wait. This is not. Félreértettél. No, you misunderstood me, Lord. Nem hozzám kell beszélni. You don't have to talk to me. Hozzá kell beszélni. You have to talk to her. Őnála kell ezt lerendezni. You have to deal with her. Istenem. God. Egy nagy tockos gyors. You know, a big strike. Nagyon tudod, most rendezni. You know, now, right now, take her out. És Isten azt mondja. And God says. Járj a szellem. Mi van? Walk in the spirit. Én? What? Én? Járjon ő a szellemben. Let her walk in the spirit. Let her walk in the spirit. What are you talking about, Lord? Let her be humble. Let her be forgiving and serving me. What are you talking about? I am right. Nekem van igazam. I am right. Isn't it true? És Isten azt mondja, God says, csak járj a szellemben. Just walk in the spirit. És én meg azt mondom. And then I say, tudod, enough is enough. Mosolyszünet. Nincs tovább. Egy no, darabig no most, more. Nem beszélünk, over. Uram. No talk. Oké, és ezt csinálta Náman. And this is what Naaman did. Aztán volt ott valaki, egy szolgája, aki azt mondta. A little maid. De uram. Or not a maid, but a servant who uram, said, but Lord. Valami nagy dolgot kért volna, nem csináltad volna if meg. If he had asked for something great, wouldn't you have done it? If he would ask for something small, wouldn't you have done it? Végül is csak azt kérje, hogy járjak a szellemben. Well, God's just asking me to walk in the spirit. Lehet, hogy nem ezt vártam. Maybe this is not what I expected. De. But. Okay. All right. Okay, rendben. All right, és aztán good. Megváltozik a dolog. And then the whole figyelj, thing changes. Ki hitt a mi tanításunknak? Who has believed our report? Ki hitt a mi tanításunknak? Who has believed our report? Hisszük-e azt, amit olvasunk? Do we believe what we read? Hisszük-e azt, amit do we believe what we are studying? Hisszük-e azt, amit hallunk? Do we believe what we hear? Do we dare to lean on it? Amikor azt mondja, when it says, hogy el nem hagylak és el nem távozom tőled, you, I will not leave you. Akkor merjük-e hinni azt? Do we really dare to believe it? Amikor azt mondja, hogy nincs kárhoztatás, no condemnation. Azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. In Christ akkor Jesus. Merjük-e hinni ezt? Do we dare to believe that? Elmerjük hinni? Do we amikor really azt mondja, believe when it says, hogy mindent a javadra munkálok, I work all things for your good. Akkor elmerjük hinni ezt? Do we dare to believe? Merünk rá támaszkodni? Do we dare to lean on it? És mikor minden összebomlik, when everything collapses, when everything goes wrong, when everything falls apart, do we dare to say by faith, Lord, you have promised, God, you have promised, hogy minden a javamra lesz, everything will be for my good, and I am sure, I'm convinced that every all things are for vele. My benefit, nem and I count hogyan. On it. Nem I have no idea how. I cannot explain nem it. Olyan okos. I'm not that smart. De. But de bízom benne, I trust hogy Isten mindent a javamra that fog God formálni, will work all things tudja, for my good, and he knows why is this good for tudja, in my life, and who knows what he will take into my és life. Ki tudja, hova viszel engem. And és who ki knows tudja, where mit does meg. He take me, and what does he accomplish through this? Azt mondja, it ki says, hitt a mi tanításunknak, who has believed our report, és az Úr karja kinek jelentetett meg. And to whom has the Lord's arm a zsidók been revealed. Látták az ő csodáit. The Hebrews saw his miracles. De nem merték hinni, but they didn't dare to believe. Személyes. They didn't dare to believe that it is personal. They didn't dare to lean on it. Lehet, hogy hitték, maybe they hogy believed egyszer majd eljön a messiás, the Messiah will come, de hogy ma Isten valós lenne but nekem. That God is real és today for me. Így. And we can be the same way. One day the Lord will come and rapture the church, and if I'm fortunate, then it will be one day before I would die a very miserable, one day after I will have died after a long and painful disease. Tehát, hogy tudod, hogy nem, hogy egyszer majd. Once. Egyszer majd. Once. De nem most in the future, és nem ma but és not right nem now, nekem. And not today, and neki, not for me. Nekem, for her, but not for me. Nekem, for the church, but not for me. For the nation of God, but not for me. Oh, igen, az apostol cselekedeteiben. Oh, yes, in the book of Acts. De nem 2012-ben. But not in 2012. Ma nem történhet oh, meg. It cannot happen tényleg. Today. Really. Tudod, mi történhet? What could happen? Figyelj, ha hiszünk. Listen, if ha we believe, if we believe, if we trust, if we believe. Figyelj, rengeteg zavaró körülmény, figyelj, kérlek. Many distractions are there. Many people are getting up, moving around. I know it's distracting, but please stay with me. Many people talk. Please don't let them distract you. Stay with me. If we believe,
What is impossible? És én nem hiszem, hogy van, ami lehetetlen lenne. And I do not believe that anything is impossible because I believe, we believe in our God. For him there is no impossible. But this is where it comes from. Naaman kihívása. And Naaman, there was a challenge. És ez a mi kihívásunk is. This is our challenge. Mert Naamannak fognia kellett, because amit Naaman szépen had felépített. To take what he has built. És ott kellett hagynia. And he had to leave it és behind. Azt kellett mondania. And he had to say, hogy oké, elfogadom, amit a próféta mondott. All right, I what the prophet has said. I'm going to go and dip myself in the Jordan seven times. És alávetem magam and annak, amit a próféta myself mondott. To what the prophet has said. És Isten and God arra hívta ki, has called him, hogy valami, or hogy challenged valami him. Csináljon. To do something new. De figyelj, a hit. The faith. Ez nem csak egyszer volt valami vadonatúj. It was amikor not something megtértünk. Fresh just when we got saved. Nem csak akkor volt valami not vadonatúj. Not only then it was fresh or brand new, but faith. Az arról szól, hogy minden nap vadonatúj. Every day it's fresh. Every day it's brand new and this is wonderful. Jeremiás írásai 3-ban beszél erről. Lamentations 3 it speaks azt about mondja, minden nap új. It says it's az ő brand irgalma. New every day his mercy új. Is brand new and we love it, we enjoy it. De figyelj, ez minden nap egy új kihívás is. It means a new challenge every day. Every day I have minden to leave behind yesterday. Every day I have to say a tegnapi yesterday is not enough for today. Yesterday's manna will not work today. I have to hear from God today in a fresh way again. Ma megint kell, hogy szóljon today hozzám. He has to speak to me again. Today I need an encouragement. Van egy bizonyságod? Do you have a testimony? Ma is szükségem van I need this today that I would hear from God in the prayer, in the word, in the testimony, in the fellowship. Today I need it that he would heal me in my soul minden nap, every day. A hit minden nap új dolog. Faith is a brand new thing every day. It's never soha old. Nem valami, it's never something that was, I had it yesterday. Bírák 6-ban, in Judges 6, ott volt Gedeon, Gideon was there, és ő ilyen picinek tartotta magát. And he considered himself Isten very small, meglátta, hogy and ő mekkora God valójában. Saw how great he was. És látta Isten, and hogy az, hogyha hitben jár, akkor hatalmas faith, dolgok mehetnek végbe az ő életén keresztül. Ha hitben jár, és Gideonnak ez volt a kihívás. And that was ki a challenge vagy te? For Gideon. Who are you? Egy senki. A nobody. Tényleg? Really? Figyelj, állj, listen, hey, stop, listen. Kicsoda hitt a mi tanításunkban. Who has believed és az our report? Karja kinek jelentetett and to meg? Whom has the figyelj, arm of the Lord been neked, revealed? To you és nekem, and to me. Mi hallottuk az ő we beszédét. We have heard his words. To us he spoke. Mi vagyunk azok, we are the ones akikhez Isten beszél to whom az God ő igéjéből. Through mi his vagyunk word, azok, we are akiknek the ones megmutatkozik az ő karja. To whom his mi vagyunk arm azok, is revealed, akik halljuk az ő we are the ones who hear his hogyan words. Élünk? How do hogyan we live? Járunk? How do we walk? És a válasz ez, and the answer az egyetlen helyes válasz. The only right answer in the spirit, in faith, hitben, by faith. Támaszkodva arra, amit hallottunk. Leaning upon we have what we have heard. És elbukunk. And do we fail? Időnként. Yes, from time to time. Mit csinálunk? But what do we do? És ez a bátorításunk. And this is our járjunk encouragement. Hitben. Let's walk Isten by faith. Megígérte. God has promised. Ő hű és igaz he is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. Ha ő megyünk és if we go to him and confess it. He has promised it. Do we dare to lean on that? Merünk bízni benne? Do we dare to trust és mi van, him? Ha vádol a szívem? And what if my heart is akkor condemning Isten nagyobb, me? Mint a szívem. Then God is bigger than my heart. Because he has ezt promised is. This all és, as well. És tele van az írás ezzel. And the scripture is full és of that. Járunk? And how do we walk? Ó, Isten ments, God forbid hogy úgy járjunk, mint that a we would walk like the Jewish egy people in an hittel, abstract faith. Egy távoli hittel, with a far away faith. Egy személytelen hittel, with an impersonal egy olyan faith. Hittel, ami nem with valós a faith a jelenre. That is not real to this present time. Merünk-e bízni? Do we dare to trust? Merünk-e hinni? Do we dare merünk-e to believe? Imádkozni? Do we dare to pray? Merünk-e számolni azzal, do we dare to count on hogy Isten velünk lesz? That God is with us. He's going to be with us in merünk-e the challenges. Azzal, do we dare to count hogy a családunkban that in our family ő építeni akar? He wants merünk-e to build. Hinni, do we dare to believe hogy ő az ő bölcsessége that him, által meg by his wisdom, he wants to fill our souls. Ahogy a Károli mondja, minden Carol, jó és gyönyörűséges marhával, vagyis kincsel. With all beautiful riches. Kettles, riches.
És tudod, merjük-e hinni ezt? Do we dare to believe? És hogyha igen, and if yes, akkor támaszkodjunk rá. Let's lean on that. Imáinkban, a szavainkban, prayers, a kapcsolatainkban, in our words, in a mindennapi járásunkban. In our everyday és figyelj, walk. Nincs korlát. Listen, there's nincs no limitations. Annak, there's no borderlines. Hogy hova vihet el minket Isten, where God could take us, what He could give to us, a mi szívünkben, in our hearts, a mi életünkben, in our lives, a mi családunkban, in our families, a mi gyülekezetünkben, in our churches, a mi városunkban, in our city, a mi országunkban, in our country, és világszerte. And és all figyelj, over the world, and listen, egy értelemben, in a sense, csodálatos, amink van. It is wonderful őszintén, what we nem have. Tudom, hány missionárisunk van külföldön. Honestly, I don't know how many missionaries we nem have azért, abroad. Mert olyan sok, hogy nem not because there számolni, are so many that I cannot count them. Hanem azért, mert nem emlékszem jól a számokra. Because I don't remember well the numbers. De figyelj, but listen, ez különleges. This is something special. Sajnos. And unfortunately, nagyon kevés gyülekezet csinálja ezt Magyarországon. Very few churches do the same thing today in Hungary. There are not many churches in Hungary who are sending missionaries like us. It's unfortunate. Figyelj, ez nagy dolog, amink van. This is a great thing what we have. Dolog, it's something beautiful figyelj, what we have. But listen, körülnézünk az országban. We'll look around in our country. Múlt héten voltunk Karádon. Last week we were in Karád. És egy nagyszerű kis gyülekezet. And it's a great little church, testvérek. Wonderful brothers and sisters. Hittel teli, nagyszerű hívők, bemerítkeznek, bíznak they Istenben, baptized, kicsi faluban, they trust in God, és and they are in a little Istenben, village, and they trust God, and it's beautiful what God is working in our ministry, planting figyelj, of churches, but listen, if we believe, hiszünk, if we believe, akkor még semmit nem láttunk, then we have not seen akkor yet semmit anything, nem láttunk. We have not seen tudja, anything yet, Isten who knows nekünk? What God has in store for us, do we dare abban, to trust in God restoring an alcoholist? Merünk-e bízni abban, do we dare to trust hogy Isten helyre tud állítani that God egy drogost? Merünk-e bízni abban, do we dare hogy Isten helyre tud állítani egy tönkrement házasságot? Merünk-e bízni abban, hogy Isten teljességet tud adni nekem a szívemben, ahogy élem az életemet személyesen, ő előtte? Merünk-e bízni abban, hogy Isten tovább fog gyógyítani bennünket? Merünk-e bízni abban, hogy Isten kiveszi belőlünk azt a rettenetes temperamentumot, amivel leharapjuk mindenkinek a fejét, tudod? Merünk-e bízni abban, hogy Isten ad nekünk bölcsességet minden területen? És a kérdés igazán ez. And the question is really this. Kicsoda hit a mi tanításunkban? Who has believed our report? Nagyon egyszerű. It's very simple. Fogod ezt az igét. You take the word, és hiszed, and you believe it, az életed, and you build your life upon it, and you fill your heart with it. Akkor tudod, akkor hitben járva. By faith, walking in faith. Isten hatalmas dolgokat fog elvégezni. God is going to accomplish great things in you, through you. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Téged áldunk, Urunk. We bless you, téged Lord. Dicsőítünk. We magnify neked adunk Lord. Hálát. We give you thanks. Annyira köszönjük neked. Thank you so much. Jézus. Jesus, hogy eljöttél értünk, that you eljöttél have come közénk, for us, you came among értünk, us, that you paid for us, hogy adtad nekünk, that you have given to ezt az us, új életet, this new life, a teljes életet, this full life. És hogyha van itt valaki a mai délelőttön, ki még soha nem bízta a szívét Jézus Krisztusra, akkor kérlek, hozd meg ezt a döntést most. Make that decision now. Figyelj, Jézus hív téged. Listen, Jesus is nem véletlen vagy for itt. You. It's not an accident azt that you gondolod, are here. Valaki meghívott, eljöttem, think, megnéztem, jó. Somebody invited de van itt me, még came, valami. It's all right, but there's something ahogy more az elején here, olvastuk, like we read in the beginning, hogy minden bűnünket every Isten Jézusra one of our vetette, sins was a tiédet, cast upon Jesus, yours, az enyémet, mine, azt, amit megtettél, everything you've done, azt, amit szégyelsz, azt, amiről azt hiszed, hogy rendben of, volt, you think that it was all right, maybe, azt, amit még nem követtél el, all things that you have not committed yet, Isten ezeket Jézusra vetette. God has put all those meghalt on Jesus. Velük és he értük. Died with those and for those. És ezért neked nem kell fizetned ezért a bűnért. So you don't gyere have Jézushoz, to pay for the sin. Bízd a szíved come to Jesus and trust your heart. Jézus azt mondta. On him and Jesus újjá said, kell születnetek. You must be born again. You must be born again. You must be born again. Bízd a szíved Jézusra. Trust your heart and Jesus. És megtörténik ez a csoda az életedben. And this miracle will happen mondd in your life. Tell him in your heart. Egyszerű szavakkal. With simple words. Egyszerűen neki.
Just simply ő hallja him, és tudja, he knows and hears, számba veszi és elfogadja. He counts on it and he accepts. Mondd azt neki a szívedben. Tell him in your heart, Jézus Krisztus. Jesus Christ. A mai napon. Today. Hozzád jövök. I come to you. Jézus, hiszek benned. Jesus, I believe in you. Jézus, kérlek, ments meg engem. Jesus, please save me. Adj nekem egy új kezdetet. Give me a new beginning. Adj nekem új szívet. Give me a new Jézus, heart. Meg akarlak ismerni. Jesus, I want to get to Jézus, know you. Jézus, gyere az életembe. Jesus, come into ments my life. Meg engem. And save me. Mondd el ezt itt a mai. Tell him délelőttem. Today, this morning. Mondd el, ha az interneten tell him nézed. On the internet, if you're watching, please tell Jézus him in your heart. Jesus Christ, I need you. Save me. Hiszek benned. I believe in you. És a életedben először and if for the first time in your döntést, life you have made that decision now, kérlek, amint a gyülekezet imádkozik, pillanatra csak tedd fel a kezed, hadd tudjam, hadd örüljek veled. Tedd fel a kezed, aztán tedd le. Let me rejoice and ha meghoztad ezt a döntést, if you made that decision, nem vagy itt, ír nekünk egy e-mailt. Van-e valaki? Köszönöm, Isten álljon. Thank you. Döntés. God bless you. Köszönöm. Great decision. Ezt a döntést thank csak egyszer kell meghozni. You have to make this decision once only. De ez egyszer s mindenkorra but szól. But this is for once ha Jézusra and for bízod az életed if most. You trust your life unto Jesus mondd now. A szívedben, just Jézus, tell him in your heart. Jesus, save adj nekem egy új kezdetet. Give me a new beginning. Jézus, hiszek. Jesus, I believe. Ments meg engem. Save me. Tedd fel a kezed and then le. Put up your hand. Van-e még valaki? Is there anyone else? Rendben. Menj el, Atyánk. Thank you. Heavenly Father. Thank you. Köszönjük neked az igét. Thank you for az the igé word. Gazdagságát. For the riches of the köszönjük word. Neked. Thank you. A hitnek a szabadságát. The freedom of faith. Köszönjük, hogy bízhatunk te bennem. Thank you that we can trust you. Hogy szabadon futhatunk, that Urunk. We can walk and senki run nem freely állíthat with meg you. Minket. No one can stop us, Lord. Urunk, ha te nem állítasz meg Lord, minket. If you do not stop us. Akkor senki nem állíthat then nobody meg else minket. Can do that. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Hogy addig élünk. That we are living. Amíg neked terved van velünk itt. We are és hogy we live bízhatunk as benned. Long as you have a plan with köszönjük, us and Urunk, we can trust you. Thank you, Lord. Hogy a te igéd nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Word will not return void. És kérlek, Istenem, and we ask you, God, hogy minden szívben that in every heart, itt a mai napon here today, végezzel egy csodálatos munkát ez a te igéd által. Do a wonderful work by your Istenem, word. Munkálkodj bennünk. Lord, work in us. Kavarj fel minket a hitre. Stir us up into faith, hogy hitben merjünk imádkozni. That we would dare to pray olyan in dolgokért, faith, amik túl nagynak tűnnek. Things that seem too great for us. Hitben merjünk imádkozni. That we would dare to pray in faith. Annak ellenére, amit eddig építgettünk. Despite of what we've been building in our lives. Hitben merjünk járni. That we would dare to walk by mindenben, faith. Amit nekünk elkészítettél. In all things that you have prepared for us. Függetlenül attól, hogy mi mekkorának látjuk magunkat. How big we consider ourselves. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Köszönjük neked. Thank you. Köszönjük, Urunk. Thank you. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. És csak emeljük fel a kezünket, csak let's kérlek, álljatok fel, emeljük fel let's a kezünket, és dicsérjük az Urat, és csak kérjük őt, hit van itt ma délelőtt, imádjuk őt, és kérjünk tőle, hitben, morning, let's just ask from merjünk him kérni tőle. By faith, let's dare to ask him.